A holokauszt áldozataira emlékeztek ma a német parlamentben és az egykori Auschwitz-i koncentrációs tábornál. A tábort, ahol a nácik 1,5 millió embert, többségében zsidókat öltek meg, 72 éve ezen a napon szabadította fel a Vörös Hadsereg. Az ENSZ közgyűlése 2005-ben ezért január 27-ét nyilvánította a holokauszt nemzetközi emléknapjává. A zsidó kérdés végső megoldásának megtervezésére összehívott 1942-es Wannsee-i konferenciáról beszélt a német házelnök a Bundestagban tartott mai megemlékezésen. Ideológisch verbrämte Barbarei. A konferencia tükrözte a cinikus embertelenséget és ideológiával ékesített barbarizmust, amelynek a zsidók és mások áldozatául estek, mondta a házelnök. Közben az auschwitzi koncentrációs tábor helyén működő emlékhelyre idős holokauszt túlélők látogattak el. Ez a hölgy 11 éves volt, amikor a táborba került. Arra gondoltam, mit éltem át. Amikor hazatértünk, nem volt otthonunk, sem szüleink, de folytatnunk kellett az életünket, mondta a hölgy. Egy másik túlélő 2 éves volt, amikor a családjával a táborba vitték. A szüleit megölték. A lengyel család, aki örökbe fogadta, csak 20 évvel később árulta el neki, mi történt. Édesanyánk havonta csak egyszer láthatott fél órára. Mi akkor azt sem tudtuk, ki volt az édesanyánk, mondta a hölgy. A túlélők megnéztek egy új kiállítást, amely az egykori foglyok személyes tárgyait mutatja be. A lágerőrök által elkobzott holmikra 1967-ben találtak rá. Megcsonkították a lelkünket. Én a gyerekeknek épült Vucsi koncentrációs táborban voltam, amit Kis Auschwitznak is hívtak, mondta egy túlélő. A kiállított tárgyak évtizedeken át a Lengyel Tudományos Akadémia egyik épületének alaksorában hevertek. Végül tavaly kerültek elő.